Sziasztok, én Ádám vagyok, és ebben a videóban építeni fogunk egy erősítőt. Nézzük is meg! Ugye ez egy 5 tranzisztoros kapcsolás, 5 tranzisztoros erősítő, ez egy kvázi komplementer végfokozat. Ugye azért kvázi komplementer, mert 2 darab NPN végtranzisztor van, és ez egy tisztán B osztályú erősítő. Tehát ez nem AB, ez egy tisztán B osztályú erősítő. Ugye itt rejlik a titok, ugye a kapcsolás technikájában, hogy ez egy tisztán B osztályú erősítő. Na, el is magyarázom, hogy hogyan működik ez a kapcsolás. Ugye, itt van 2 darab végtranzisztor, 2SC5198, ugye emitterekben itt vannak a ellenállások, ugye itt kijön a, itt van egy kicsatoló kondenzátor, ugye a hangszórónak, és a 2SC5198-as tranzisztor, itt meg van hajtva egy BD139-es tranzisztorral, itt pedig egy BD140-es PNP tranzisztorral, itt a 2 darab meghajtó tranzisztor bázisában van 2 darab 1-4001-es dióda és egy 47 ohmos ellenállás, illetve itt van egy 1 fokozatú 1 tranzisztoros A osztályú előerősítő, de ennek az összessége, tehát ez az egész kapcsolás egy B osztályú erősítő, csak itt ez egy tranzisztorból álló 1 fokozatú A osztályú előerősítő. De attól függetlenül ez a kapcsolás B osztályú. Ugye itt van az előerősítőbe a bázis és a kollektor között egy 300 kilómos ellenállás, egy 10 mikros bemeneti kondenzátor és egy 47 ohmos ellenállás. Ugye ez a 47 ohmos ellenállás is fontos, mert ez is beleszól egy kicsit a hangképbe. Tehát ezt én beállítottam egy 47 ohmosra, nekem ezzel tetszik a legjobban a hangja. Aztán itt van ez a 2 darab 470 ohmos ellenállás, ezek nagyon fontosak, mert eredetileg ebbe 100 ohmos volt, tehát én 100 ohmosat tettem bele, de hamar torzított az erősítő, és sok ellenállást kipróbáltam vele, de végül ezek lettek a legjobbak. És megnéztem egy gyári kapcsolást, és abban is ilyen 470 ohm körülinek voltak a ellenállások, szóval ez a 2 ellenállás nagyon fontos, mert ugye túl kicsi, torzan szól, ha túl nagy, megint nem jó. Szóval ezek nagyon fontosak, és ez a kapcsolás, ezt nagyjából én állítottam be rajta a munkapontot. Tehát mindent én állítottam be rajta, ez itt egy 1,5 kilómos ellenállás, összeset én állítottam be rajta, és ugye 32 voltos a tápegység, és a féltáv feszültség az 15 volt. Szóval jól lehet beállítva a féltáv feszültség, úgy nagyjából a teljes tápfeszültségnek a fele a féltáv feszültség, hát benne van a mondatban is, de körülbelül nekem 15 volt a féltáv feszültség. Na de akkor kezdjünk is bele, építsük meg ezt a végfokot. Itt van a hűtőborda, már felcsavaroztam a 2 darab 2SC5198-as tranzisztort. Kezdjük el építeni. Ugye, első lépésben itt van egy BD139-es tranzisztor, és kollektort a kollektorba, emittert a bázisba forrasztom. Így. Beforrasztottam. Tehát BD139 kollektora a 2SC5198 kollektorába, szóval kollektorba. Ez itt az emitter, és ez belemegy ide a bázisba. És szabadon marad a bázis, ennek a bázisa. Aztán jöhet a másik tranzisztor, ez pedig a BD140, egy pedig úgy van, hogy emittert a kollektorba, tehát itt ez az emitter, ez itt a kollektorba megy, meg is mutatom, csak beforrasztom. Szóval itt van ez az emitter, és ez ide bemegy a végtranzisztornak a kollektorába. Itt van ez az emitter, és ez belemegy ide a végtranzisztornak a kollektorába. Itt van tehát emitter, és bemegy ide a kollektorba. Ez pedig itt a kollektor, és ez pedig ide bemegy a bázisba. Itt van a kollektor, bemegy ide a bázisba. Na akkor most, itt van a 2 darab meghajtó tranzisztornak a bázisa, és ide be kell forrasztanunk a diódákat, plusz ugye az ellenállás, mert ugye itt van egy 47 ohmos ellenállás, mert ugye a nyugalmi áramért ez felel.
Most hogyan is kell bekötni ezeket a diódákat? Ide is rajzoltam. Ugye kapcsolás függő, de általában így szokott jelölve lenni a dióda. És ahol itt meg van jelölve, itt van egy kis vonal, itt, ott látszik is, ha fókuszálna a kamera, de igen, ott van a vonal, az itt az a pozitív oldala. Ez itt a pozitív, ez itt a negatív oldala, és így kell bekötni. Látjátok, tehát ebből már tudtok következtetni, hogy ezen kell bekötni. Na akkor ezt most megcsinálom. Be is forrasztottam, tessék, így van. Itt van, be van kötve, és látjátok, itt is így van, szépen. Na akkor most azzal fogunk kezdeni, és következő lépésként beforrasztjuk ezt a 1,5 kilóohmos ellenállást ide, a BD-139 bázisa és kollektora közé. Ugye szépen mindent sorjába. Kicsit megszínezem. Itt van a BD-139, bázisa és kollektora közé. Be van forrasztva, akkor most folytatjuk mondjuk csináljuk az emitter ellenállásokat, azt is mutatom. Ugye úgy van kapcsolásba, itt van az első emitter ellenállás, ugye nyilván itt bemegy az emitterbe, itt pedig a kollektorba. Szóval emitter, kollektor. Kicsit meghajlítjuk ellenállásnak a lábait, hogy el is férjünk. És ugye ott nem ér össze semmi természetesen. És ez bemegy ide a kollektorba. Kicsit hajlik ez az ellenállás, vagy nem is tudom. Kicsit hajlik, igen. Mozog, nem hajlik. Itt ugye mozog kicsit ez az ellenállás, de ettől még nincsen semmi baja. Aztán következő lépés, a másik emitter ellenállás, pedig beforrasztjuk ugye ide, így. Igen, hát ide beforrasztottuk, ide, tessék. Na akkor most csináljuk a 2 darab 470 ohmos ellenállást. Ugye ez most úgy van, hogy ez a 470 ohmos ellenállás a BD-139 és a BD-140 közös emitterébe kell beforrasztani. Tehát ide, ez az emitter, és ide, ez is az emitter. Én már egy kis kábellel megcsináltam. Beforrasztottam, jó. Jó. És jól nem ér össze semmi, oké, nem ér össze semmi, itt van. Jól van forrasztva, emitter és emitter. Jó van, oké. Na akkor csináljuk a másikat, méghozzá az úgy van, hogy BD-140 kollektor, és ide a földre rákötjük. És igazából ez egy jó hangú erősítő. Hát igazán jó hangú erősítő. Nem hifi, de zenehallgatásra tökéletesen alkalmas. Na, ezt beforrasztottuk. Jól van. Akkor most be fogjuk kötni az előerősítőt, a BD-139-et. Úgy van, hogy a BD-139-et, a kollektort bekötjük ide a bázisba. Ide. Na, akkor most ezt csinálom. Én már itt előre megcsináltam a dolgokat, de majd mindent elmondok szépen. Na. Igen. Szóval, mondom. Itt van a BD-139. A kollektort bekötöttük a bázisba. Tessék, itt van. A kollektort bekötöttük a bázisba. Ez
Amit tehát, azt be kell kötni ide a földelésre. Ide a földelésre bekötjük. Tehát én ezt itt már egy kis kábellel meg is oldottam nektek. Oké. Aztán a BD-139 bázis a kollektora közé be kellett kötni egy 300 kilómos ellenállást. Tessék, itt van be a forrasztva, 300 kilómos ellenállás, bázis kollektora közé. És akkor most azt fogjuk csinálni, hogy be kell kötni a bemeneti kondit és a bemeneti ellenállást. Azt mondja, hogy itt van. Én ezt már megcsináltam. Ugye itt van a kondenzátor. Ugye a kondenzátornak is van polaritása, és itt meg van jelölve egy ilyen kis csíkkal, hogy az a mínusz. De a kondenzátor pozitívja mindig az erősítő fele kell, hogy menjen. Tehát ahol nincsen semmi, az a kondenzátornak a pozitív oldala, és mindig az megy az erősítő fele, hogyha láttuk egy kapcsolást. Mert ha fordítva kötitek be, akkor felrobban. És hát régen egyszer felrobbantottam véletlenül egy 10 mikros kondenzátort, és nagyon nagyot szólt. De itt a kapcsolásban is rajzoltam, hogy a pozitív oldala megy mindig a kondenzátor. Tehát a kondenzátor pozitív oldala mindig az erősítő fele megy, kivétel nélkül. Aztán bekötjük most a kimeneti kondenzátort. És hogyha megnézitek, itt is itt van, itt már ezen jobban látszódik, ez itt a negatív oldala. És mindig a kondenzátor pozitív oldala megy az erősítő fele. Ezt beforrasztom ide a kollektorba. Oké, beforrasztottuk, akkor már csak be kell kötni a hangfalnak a földelését, de hát azt, igazából mindjárt azt is megmutatom. A hangfalnak ugye a földelése, az ugye ide megy az ellenállásra. Akkor be kell kötni még a földelést ugye a bemenetnek is. Oké, bekötöttük, akkor már csak a tápegységet kell beforrasztani. Ugye érzette pozitívot, azt ide a kollektorba, a negatívot, azt pedig ide a földelésre. Roppant egyszerűen ezt is ide beforrasztom. Oké, akkor itt van a negatív, ezt pedig ide. Oké, be van kötve, akkor mindjárt elindítok nektek egy zenét, természetesen olyat, ami nem jogdíjas, bekötöm a hangfalat. Igen, most fel volt töltődve a kondenzátor, szóval ez már jó jel, hogyha a hangfal ilyet csinál. Na de, megmutatom, hogy hogyan kell megmérni a féltartófűséget. Annyi a lényeg, hogy fogjátok a multimétert, és mondjuk beállítjátok, én most 200 voltra állítom be, tehát DC 200 volt. Húzatom. És annyi a lényeg, hangot mindent leveszünk, áram alá helyezitek az erősítőt. Oké, ez a igazából a tápegységnek a hangja, ez a kis zúgás, annyi a lényeg, hogy úgy méritek meg a tápfeszültséget, hogy a multiméternek a pozitívját azt ide teszitek, ide, ahol kapja az erősítő az áramot, és a negatívet pedig ide a kimenetre. Na, meg is mutatom. Jobban látszódik. Ilyen szépen. Látjátok, 14,8, hát valamikor 15. De nagyjából megvan a féltápfeszültség, szóval ilyen 15 volt a féltápfeszültség, és 32 volt a teljes táp. Na, akkor most indítok egy zenét. Méghozzá ne feksz tőle egy számot. Mondjuk ezt. Hangot addig leveszem. Kicsit lassú a számítógép, meg egy reklám is feljött.
de mindjárt indítjuk. Jó. Na, indítjuk Potin, feltekerjük a hangot. Ugye ez most egy kicsit torzított zene. Yeah, it's our time to shine. Gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pumped. Yeah. Getting caught with a few thoughts. Cause I'm too lost. Walk the speakers, can't even handle me. Even what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop. I'm motivated by enemies. Up shop so everybody remember me. And now I am not going through life regretfully. I'd rather work non-stop. What they call incessantly, then want some more job. Just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm giving all cotton soul, so stop dropping roll. Got lost all control and pop off your ball. I got squat, I fall, I'm not bought, I'm sold. My stock box is gold. Hey, knock, knock, get home. It's TikTok to close. I ain't stopping though. It's hip hop, you know. Or is it rock and roll? I'm not dropping dough. No, my pocket's strong. You can't stop the show, so get fucking up. So let me break, break, break it all down for you. I ain't gonna give it up, I ain't gonna. You know I'm gonna take, take, taking that crown from you. Igazából a hangja jó, a mélyei főleg azok nagyon jók, nagyon jók, ezt jól mondtam. Hangok azok egyáltalán nem korcsolnak, hanem szépek, magasok is. Is. Csak a tápegységnek van egy ilyen idegesítő hangja, mert ez egy kapcsolőzemű tápegység, és kicsit bele szól a hangképbe sajnos, de hogyha feltekerjük a potit, akkor már el is tűnik. Mindjárt indítom a zenét. Hallgassátok! Teljesen vállalható, szép hangja van, akár szobában is jó. Igazából körülbelül 20 watt, tehát ilyen 32 voltról egy ilyen 20 wattot le tud adni,
és 4 ohmos hangszórót is köthettek rá, és ennyi. Na, ha tetszett a videó, nyomass egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, találkozunk legközelebb, sziasztok!